Énekegyüttes a színpadon, a Baranyai Szederkényben szombaton. Szüreti napot tartottak a településen, ahol már 26. éve tartják meg ezt a rendezvényt. Mindig megpróbálunk olyan jó zenekarokat, fellépőket, kultúrprogramokat hívni, hogy mindenki számára érdekes legyen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket, gyerekeken keresztül elérjük a szülőket, így mindig erősítünk a gyerekprogramra, és ennek nagyon-nagyon jó visszhangja van, hiszen az óvodások fellépésével és az őnekik lévő gyerekprogramokkal nagyon-nagyon megszerették a rendezvényünket. Idén 750 éves jubileumát ünnepli Szederkény, ezért különösen figyeltek az idei fesztivál megszervezésére, mondja a polgármester. Szerettünk volna méltóképpen megünnepelni ezt a jubileumot, ezt a 750 évet, amit Szederkény történetében megélhettünk. Úgyhogy nagyon sokat készültünk erre, nagyon jók a visszajelzések az eddigi rendezvényeinkkel kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérte a befektetett munkát, energiát és pénzt. Több rendezvényt is tartottak az évben, köztük az elszármazottak találkozóját is, ahol 500 egykori szederkényi látogatott el a településre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép összetartozás élményét jelentő esemény volt. Baranya megye akkor erős, hogyha erősek a közösségei, és a szederkényiek mindig is erős közösséget alkottak, hogy a következő időszakban is a magyar kormány támogatásával, a megyei önkormányzat támogatásával, a szederkényiekkel összekapaszkodva szeretnénk Baranyát, és benne a szederkényiek települését és a környéket is építeni. Bár az időjárás nem kedvezett a szüreti mulatságnak, a szervező szederkényi szabadidős és kulturális egyesület tagjainak sikerült megfelelő környezetet biztosítani. Megtelt a fesztivál sátor vendégekkel a szombati eseményre.